nekem nagy megtiszteltetés, hogy most már egymás után kaptam felkéréseket az állami erdőgazdaságoktól, hogy ezeket az átadókat én celebráljam, és ez nekem tényleg nagy megtiszteltetés, meg nagy öröm, mert egy közigazgatási államtitkár ritkán mozdul ki az irodája magányából, és nekem lehetőségem van egyre többször, hogy ide jöjjek, nem csak ide Sopronba, hanem az állami erdőgazdaságok által kezelt erdőterületekre. Csodálatos élmény. Erdészek, ez az én véleményem, de azt gondolom, hogy a tárca véleményét tudom elmondani. Ugyanolyan gondos gazdaként végzik ezeket a beruházásokat, mint ahogy az erdőgazdálkodási tevékenységet végzik, vagy a vadgazdálkodási tevékenységet. Mi büszkék vagyunk ezekre az emberekre, szerintem ők az egyik legnagyobb természetvédő csoport az erdészek. Hiszen, hogyha belegondolunk abba, hogy ők valami olyasmit gondoznak, legtöbbször, amit ők már nem érnek meg, ők az unokáiknak telepítik a fákat, ők az unokáiknak gondozzák az erdőt, ők több generációban gondolkoznak, ez szerintem egy csodálatos hivatás. Jöjjenek a szülők a gyerekekkel, és nem sokáig jöhetnek egy másik beruházásra is, mint ahogyan vezérgazgató elmondta a beszédében, nem sokáig itt egy lombkorona tanösvény átadására is sor kerül, tehát annyi minden közüléti funkcióval bíró beruházás között válogathatnak már kézberuházás között a szülő, hogy örömmel jöjjenek Sopron környékére.